reggelt kívánok mindenkinek. Először is elnézést kérek mindenkitől a hangminőség miatt, de ettől többre most nem igen fog telni tőlem kiabálni vagy ilyesmi. Ugyanis megmondom őszintén, hát beszélni nincs kedvem ilyenkor. Úgyhogy egy rövid sztori. Hát a lényeg, hogy amint a hangom is lehet hallani, ott benyaltam valami nyavaját. Ilyen náthás tüneteket produkálok, de úgy elég izmosan. Három napja. Úgyhogy egy kicsit összeszedetlen lesz a mondani való, akkor az azért van, mert ez is egy ilyen random dolognak indult most ez az egész. Tegnap este pattant ki a fejemből, hogy csináljak erről videót, vagy ne. Csináltam egy szavazást a YouTube-on. És akkor azt mondtátok egy páran, hogy amelyene. Mi van akkor, hogyha beteg a kamionsofőr? Hát, akkor így járt. Na, lényeg, hogy november 1-én, szerdán, éjszaka éreztem először magam, hogy valami nem kerek. És ugye éjszaka már elég rendesen lázas voltam. Még elkezdtem tüsszögni. Meg úgy minden, ami ezzel jár. És ez még manőverezgetek itt jobbra balra, mert itt ki kellene hatolni Vicenzéből. Egyéltesen. Csak vegyere már nekem te is, hát. Ha már záróvonalon előzöl legalább, akkor próbálj már meg úgy menni, hogy jó legyen. Na szóval, fent voltam Potsdamban. Oda vittem sört. Ludenzből, Ausztriából, és ott visszaraktak engem Göngyöleggel. És hétfőn raktam meg a sört Ludenzbe. Most azt még tudni lehet, tudni érdemes, hogy Németországban 31-én, tehát kedden és szerdán is tilalom volt, de nem az egész országban, hanem felváltva. Vezetési tilalom volt. Kedden a reformáció napját ünnepelték. Szerdán pedig ugye november 1-én, hát ezt mindenki tudja, halottak napja. Na, ez mi volt? Mi török már itt? Valami csörgött. De jó. Tehát hétfőn megraktam a sört. És délután, és hogy kellene mégis csinálni, hogy valamilyen szinten azért tudjunk vele haladni. Hát úgy döntöttem, és megbeszéltem a diszpómmal, hogy hétfőn megyek egy kicsit Ludenzből, meg kedden reggel, ugye mert dél-németbe, illetve dél- és nyugat-németbe még akkor nem volt tilalom, felmegyek egészen a Türingia és Bajorország határáig, minél közelebb legyek a határhoz. Mert ugye a türingiai határ volt ott a 4-es, 9-es kereszteződés a környékén, Hof magasságába. Ott van a határ, ameddig volt tilalom, és ahonnan már nem volt. Na úgyhogy hétfőn mentem egy kicsit, egy 2 óra hosszát, kedden reggel megindultam,
akkor is mentem egy kicsit, egy 3 óra hosszát feljöttem, majdnem teljesen tényleg hoffig, és ott megálltam, ja megálltam, nem tudom, 8:30 vele reggel, azt hiszem úgy emlékszek, a 8:30 magasságába, egy utasparkolóba, ott szépen kivártam azt a napot, és másnap reggel, tehát november 1-én reggel, igaz, hogy éjféltől volt tilalom, de azt a maradék 10-20 kilométert, hát megmondom őszintén, én átszöktem határon. Reggel fölkeltem, és akkor tűzcsúcsú, szépen átmentem a határon. Már úgy, ez nem fizikai határ, hanem tartományi határ, tehát ezt úgy kell elképzelni. Úgyhogy onnan meg már nem volt tilalom, ugye? Úgyhogy szépen fölcsörömpöltem Potsdamba, leraktam a sört, ott szóltak, hogy visszaraknak Göngyöleggel, vihetem vissza a Prudence-be. Mondom nekik, jó, szuper, jó. Oké. Úgyhogy így is volt. Elindultam visszafelé, és megint lejöttem. Hát Lipcsét már elhagytam bőven, hogy a 4-es, 9-es kereszteződéseig itt Németországban. Ott megálltam egy, szintén egy utasparkolóba. És akkor úgy este felé már kezdtem érezni, hogy hát a fene egye meg, valami nem kerek. Úgyhogy... És ugye csütörtök reggel már úgy a közérzetem, meg az összes végtagom, meg most is, tehát tényleg minden, az összes, még az ujjam egye is fáj, meg érzem az összes izületet. Tehát annyira rossz, úgyhogy elkezdett szépen folydogálni az orrom. Ugye tipikus ezeket a náthás tüneteket produkálja ilyenkor az emberke. Na most, hát ugye mit tudsz mit csinálni? Hát annyira azért, hál' Istennek nem vert földhöz a dolog, hogy most fú Istenem, tényleg 40 fokos láz, meg nem tudsz mit csinálni magaddal. Azért még csütörtökön szépen lecsörömpöltem, már akkor ugye nem volt tilalom. Leraktam a Göngyöleget Prudence-be délután. Akkor mondták, hogy ott nem raknak vissza sörrel, hanem szólt a diszpó, hogy menjek át Arbonba, Svájcba, a Mobile-hoz. Üresen menjek be, és ott fogok majd rakodni. Úgyhogy ez úgy is volt. A Lustenau-nál mentem be a határon, üresen. Hát mikor az osztráknak szóltam, hogy ich bin Schlier, a Lustenau határon, akkor egyből eszembe jutott egy sztori. Mondom, Jézus Mária, hát gyorsan, ott az András kereszt, Jézusom, gyorsan szétnéztem, nem olyan Heidike, hogy engem is belelökjön a Rajnába, de hál' Istennek nem jött, és tényleg emlékeztek rá, hogy a Dajka Lacinak volt a sztoria, egyik emberét oda, neki ment a vonat pár hónappal ezelőtt, tehát ott tényleg ott van egy vasúti átjáró, és hát én is évek óta járok arra, tényleg már nagyon nagy, én még soha nem láttam ott vonatot. Hát most se, hál' Istennek, de tényleg ott van. És csak egy András kereszt van, ott semmi más az ég, hogy ott a világon. Na mindegy, nem ez a lényeg. Úgyhogy berobogtam Arbonba, még csütörtök este megraktam a Mubeát, így ahogy vagyok, küszködve. Hát mondjuk keserves, tehát ilyenkor tényleg keserves dolgozni is. Kiálltam vissza a parkolóiba, megaludtam, és tegnap reggel felcsörömpöltem ide, elindultam Svájcból. És tegnapi nap folyamán felcsörömpöltem ide Weissensee-be, ennek a lerakójához, ennek a Riga, ehhez a Mugleához. És tegnap este, tehát péntek este,
18 órakor végeztem ennek a lerakásával. Közben megkaptam a hétfői felrakómat is, hová kell majd menjek hétfőn. Most azt a vezetési sztorit látjátok, hogy egy darabig vagy onnan kihatolok és megyek irányba. No. Nagyjából maga az idővonal az nagyjából így néz ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez azt mondja, hogy 1-2, most van szombat. Hát mondjuk a szerdától számolom, szerda, csütörtök, péntek. Hát mondjuk hát nem, mert végül is csütörtök, péntek, szombat, akkor ez a harmadik nap. Erre. A harmadik napja ennek. Úgyhogy hát a nátha az elméletileg ilyen 5-7 nap alatt magától gyógyul. Úgyhogy az embernek azért eléggé erős a szervezete. Meg van támogatva vitaminokkal, meg ásványi anyagokkal. De viszont erre csak és kizárólag egyetlen egy orvosság van, az tuti, és ezt a házi orvosom is azt mondaná rá, hogy pihenni, sok folyadék, vitaminpótlás, ki ne száradj, teázás, citromos tea, és bekészítesz magadnak otthon szépen egy 100-as papírzsebű csomagot, egy vödör teát, távirányító a kézbe, és akkor ott el vagy, egy 3 napig szenvedsz, hogy a férfi emberről tudni lehet, hogyha nátás, akkor általában már a papot kell hozzáhívni. Hát én is szoktam nagyon beteg lenni ezzel, nem tudom, tehát ez nálunk valahogy máshogy jön le. Vagy éppen, hogy a lányaimat idézzem, mind a kettő ezzel szokta szívni a vénem, hogyha nehogy Isten bele szaladok egy ilyenbe. Azt szokták mindig mondani, mind a két lányom, hogy teát, távirányítót, váltsál már csatornán. Szerintük én ilyen vagyok, szerintem nem, de hát na. De viszont most nincs itt senki, aki ezt megcsinálja helyettem, úgyhogy ezt mind magadnak kell megoldani. Úgyhogy próbálom nem eljátszani a hattyú halálát itt nektek, hogy hú, ezt a takonykort így hogy viselem. Hanem úgy gondoltam most ez az egészet, és mondom tényleg abszolút a random pattat ki a fejemből ez a dolog, hogy minden nap, amíg tart ez a nyavaja, addig csinálok egy pár perces felvételt, és megpróbálom bele suppantani, mit tudom, egy fél órába. Úgy ezt az egészet. Na most, amit észrevettem viszont, hogy azért van nálam apotéka rendesen, meg amúgy is nagy hipohandernek tartom magamat, tehát én fel vagyok készülve vitaminokkal már ilyen szeptember óta. Bérescsepp és C-vitamin minden nap, kivétel nélkül, nincs elfelejtve, valahogy naponta többször is, legalább egy 5-600 mg-ot pótolok a szervezetbe, C, D vitamin, minden mellett. Úgyhogy amit észrevettem magamon ezzel kapcsolatban, hogy szerintem, nyilván nem vagyok orvos, nem tudom megállapítani, meg nyilván ez valami labor kellene, tehát tudja, hogy valami vírusosszal kaptam be, mert ennyire, tehát végtagfájdalom egy szimpla náthánál nem szokott nálam legalábbis jelentkezni. Tehát úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy ennek az új vírusnak valamelyik izéjét, butított verzióját nyaltam be, és akkor az csinálja nekem a fesztivált.
úgyhogy hát nem vagyok a legfényesebben. Mondom, tegnap hát keservesen 650 kilométert vezettem, tulajdonképpen más dolgom nem volt, még annyi, hogy lerakottam pénteken ugye, tehát felvezettem edáig Vájszenzéig, 650 kilométer Arbontól, de igazán keserves volt az 650 kilométer, tehát nagyon kell figyelni. Tehát saját magamon veszem észre, hogy más a reakcióidő ilyenkor. Más, hogy figyelsz, fáj a szemed, fájnak az izületeid, már az is rossz, ha megmozdítod a kormányt, inkább próbálom én is tényleg itt a könyökön tartani a kezemet. Tehát aki úgy gondolja, hogy elmész picsába, hát ez hülye nátha, az kit érdekel, azt ki lehet bírni, most én azt mondom, hogy gyerekek, ez nem játék. Pláne egy ekkora járgánnyal. Úgyhogy igenis meg kell állni, és pihenni kell. És akkor miért vezetek? Azért vezetek, hogy normális helyen tudjak megállni. Úgyhogy még van körülbelül egy 100 kilométer, amit le kell nyomjak még ma reggel, szombaton reggel. Néztem ki, és most kizárólag, én nem szeretem a utas parkolókat, de most az lesz. Miért lesz az? Azért, mert legalább tisztességesen le tudok zuhanyozni, meg emberek között vagyok, illetve nem az, hogy emberek között vagyok, hanem ha ne adj Isten, hogy baj volna, akkor mégiscsak könnyebben tudnak az emberek segítséget hívni, nem egy eldugott ipari zónába állok, hogy leghamarabb hétfőn vesznek észre, hogyha valami kínod van, vagy valami van, de most direkt azért utas parkoló lesz. Pedig nem szeretem a utas parkolókat, sőt kifejezetten utálom őket, de most az lesz mindenféleképpen. Abba fogok megállni. Zuhanyzás. Jó forró víz alatt egy fél óráig veretem majd magam, de nem érdekel. De muszáj. Annyit meg akarok csinálni még most hétvégén, hogy annyit rászánom magam, hogy fertőtlenítem az autót, szellőztetek, az nagyon kell, szellőztetés, fertőtlenítés van, fertőtlenítőszerem, áttörölgetek, majd minden kormánytól, kapcsolótól kezdve minden szar áttörlök. Úgyhogy azt fogom megcsinálni. Lágy nevű, mert kikahajintom az ablakba. Az is hagy szellőzzön jól ki. Beleizzadtam két éjszaka. Most reggel vagy hajnalban is úgy keltem fel, tehát egyszerűen vacogtam. Tehát szabályosan rázott a hideg. Akkor éreztem ezt utoljára. Ilyet. Ha mindegy, erre később visszatérek, hogy mikor éreztem ilyet utoljára. Ezt majd a végén. Na mindegy. Úgyhogy ez a terv. Most még annyi van, hogy elmegyek, veszek fel vizet. Kannám már majdnem üres, vizes kannám. Veszek fel egy kis vizet. Itt egy közeli utas parkolóba. És utána irányba állítom a lovat, és akkor tűz. Mert a Schweinfurt, én most egy kicsit nem arra megyek, hanem ellenkezőleg, de utána vissza is pördülök azonnal. Úgyhogy megállok majd, terveim szerint 8:30-9 környékén. Előkészítem a drogériát. Főzök egy jó nagy vödör teát magamnak, egy fazék teát, vagy valamit. És akkor egész hétvégén azon kívül, hogy léptetem a laptopon a filmeket, semmi más nem fogok csinálni. Most ez ilyen lesz. Legfeljebb, ha már úgy talán jobban érzem egy kicsit magam, akkor egy kis séta. Maximum. És levegőzés. Persze jól elvonulva mindenkitől. Minél messzebb az emberektől, hogy ne felprőzzek meg mást, hanem muszáj. Mondjuk erre egyik kollégámnak van egy nagyon jó módszere,
egy, nem szokott emberek közé járni, tényleg abszolút távolságot tart, meg ugye ezekkel a cseppfertőzős dolgokkal kapcsolatban, meg ugye ezek mind bárhonnan össze tudod szedni, bevásárlókocsitól kezdve, kilincs, mindenhol ott van. A kollégámnak külön bevásárlós kesztyűje van, külön kesztyűje van, amivel irodában megy bejelentkezni, amivel a targoncással beszél, tehát úgy szépen ő nem fogja, és milyen jó tesz. Már mondjuk ő mondta azt is, hogy ott volt kocsim, majd bezuhanyzol. Hát megmondom néni két. Ja. Nem elég, hogy nátás vagyok, még szedjek össze egy időgyűszit is. November 5-én, vagy 4-én. 4 fok van. Bár mondjuk mondom, szerintem ez nem nátha. Ettől egy kicsit keményebb. Nátha nem így szokott nálam lefolyni, kinézni. Na, ide beszaladok. Feltöltöm a kannát vízzel. És utána pedig tényleg megtörítem a járgányt, azt iránysorág Dresda környékére, Chemnitz, Dresda környékére kell menni, majd felrakjuk a hétfőn. Ezt tavaly adták át, vagy tavaly előtt ezt a nagykutas parkolót. Kétszer-háromszor már hétvégéztem itt. Itt a 71-esen. Erfurt fölött. Nincs is több egyébként. Már a 38-asig. Szerintem jó hely. Jó nagy, marha nagy parkoló. Biztos, hogy... Bocsánat! Van egy zsepi. Találsz benne helyet? Itt szoktam állni egyébként itt a szélén, ahol most itt állnak már a kollégák, de most annyit csinálok, hogy most nem megyek ide a kútfejek közé, feltöltöm a kaniszteremet. Azt mondja, hogy valahol itt van a víz, ha jól emlékszek, ha jól tévedek, ott szembe lesz a hang. Megállok. Így. És akkor elmegyek vizet tölteni. Megvártok? Hát más úgy sem tudtok csinálni. Elveszem ezt a kabátot. Magamra gyorsan. Nagy az a kapusznyis felsőcsém. Nem szeretem. Pulóverekből kapusznyisat már valamikor szerettem, de most már nem. Most rávettem így a kabátot, úgy nézek ki, mint Quasimodo kezdő harangozó korában Notre Dame-ba. Nem olyan mondom. Na. Csaukolom, mi a baj? Mely tetszik szaladni ide? Nem akarok semmit. Csak vizet tőteni, jövök mindjárt. Na. Meg is vagyok. Kőzök gyorsan. Hát már érzem a hátamat, hogy vizes megint. Pedig reggel tényleg pólót is cseréltem. Nem jó. Előszedtem a drogériát, úgyhogy ennyi van. Ebből lehet gazdálkodni. Van itt torspré, ezt tegnap vásároltam itt Németországba. Rinospray, mentem egy apotékába is, 10 euróért vettem egyet. Egy béres csepp, C-vitamin, nagy dózisú. Mondjuk ezek már, hát Amtun Verde, sztorok fertőtlenítő, ez most éppen még nem kell. Van itt propolis, ez nagyon jó köhögésre, szintén torok fertőtlenítő ez a, nem tudom micsoda, a fájdalomcsillapítónak, Ketodex. Galmopirin éjszakára. Hát tegnap este vettem be egyet, meg azelőtt este is, hát hajnal 2-kor arra ébredtem, hogy úgy reszkedtem, mint a kocsonya. Úgyhogy
szépen kiizzasztja itt az embert. De ilyenekkel érdemes felkészülni. Van itt tea, filteres tea, meg van amolyan teám is. Ja, meg a lényeg, az még... Várjál már, hát a legfontosabb hiányzik. Mindjárt itt lesz, bocsánat. Méz. Úgyhogy csinálok egy jó kis mézes teát. Hát annyi van, hogy tegnap bementem még boltba, hogy veszek citromot. Én citromleveket nem szeretem. Rendes citrom az igazi. Hát az az igazság, hogy én megmondom őszintén, nem tudom, mitől jó a bio, meg mitől nem jó, de az tuti kurva élet, már bocsánat a kifejezésért, hogy 4 eurót nem fogok egy darab citromért kiadni, mert az bio. Hát a somat se érdekli, hogy bio. Úgyhogy főzök egy teát, vágok bele vagy 4 narancsot, azzal lesz felézesítve. Mondjuk ez a tékannés tea, ezt is tegnap vásároltam. Na, mi ez? Vanília? Áfonya? Talán valami ilyesmi. Vanília áfonya. Úgy látom. Úgyhogy ebből lesz most megoldva. Másik dolog. Inkább tanács. Tanács lenne. Télen, mikor állófűtés ezzel az autóba, akkor azt nem tudom, mennyire tapasztaltad már, hogy szárítja nagyon a levegőt. Tehát párásítani kell. Ene. Most én ezt hogy oldom meg? Marha egyszerűen fogom. Előveszek egy csészét. Itt a jó kis régi dafos csészém. Pici vizet töltök bele. Egy másodperc. Nem kell sokat, egy 2 kortnyit vagy 3 kortnyit. Ásványvizet. Nem ám a kutaskannás vizet, mert azt nem tudom mosogatni, semmi másra nem szoktam használni. Ezt innen kihúzom, csak úgy, hogy fel ne borítsam már a vizet is. A rágó tablettát kiveszem, ezt ide bele szoktam helyezni. És nézd csak, mikor fűt az autó, akkor ez így van fordítva. És akkor az állófűtés is szépen pontosan abba fog menni. És szépen párásítani fogja neked a levegőt, úgyhogy nem fog beszáradni a torkod, meg az orrod, meg ilyenek. De ez csak csupán egy tanács. Úgyhogy hétfő reggelre úgy lőtávon belőle hoztam magamat. Direkt úgy, de mondom, tényleg kutasparkolóba állok, pedig nem szoktam. De csak azért is már meg is kérdeztem, hogy jó-e a zuhany, mert általában az is szokott baj lenni, hogy nem működik a zuhanyzójuk. Úgyhogy a mai nap margójára még annyit, hogy most tényleg előveszem a kis felszerelésemet, főzök egy vajling teát, és utána bekapcsolom a laptopot, és semmit, az ég egy ott a világon. Annyit csináltam, még gyorsan kifújtam a fülkét, de tényleg semmit. Majd, ha délután egy kicsit melegebb lesz, vagy valami, most hál' Istennek süt a nap, akkor átfertőtlenítem a kocsit. Vannak ilyen tisztítószereim. Ez mondjuk nem ablaktisztító, hanem egy másik fajta tisztítószer van benne. Meg én ezt szoktam használni a Sanitolnak, ez a univerzális tisztító és fertőtlenítő szerét. Ezt szoktam használni, ezt nagyon tudom nektek ajánlani. Nem egy iszonyat drága, de tényleg illatra se rossz, meg fajintosan kitakarítja az autót. Úgyhogy azt írja, hogy az ismert baktérium a 99,9%-át elpusztítja. Hát itt most lesz mit pusztítani, mert tele van a fülke blacival. Vasárnap reggel van. Szerdőzhetem a fülkét. Hát, amennyire csak lehet, próbálom helyre rázni a klímakomfortot benne. Elmosogattam már a romokat. Hát nem tudom ki, hogy élte meg ezt a nyavaját, de ez tényleg valami nagyon szar. Összes izületem fáj. Komolyan mondom, mintha mindenkit agyonvágtak, agyonvertek egy bunkószpottal, hogy féltéglában. Minden egyes mozdulat kellemetlen, kényelmetlen, fájdalmat generál.
felteszem a kérdést nektek, és mindenki fogalmazza meg magában majd a választ hozzá, hogy 2 évvel ezelőtt, mikor bejött ugye az első Covid, az a hülye kínai megette azt a hülye denevért, és akkor azt mondták, hogy nem lesz gond, Kína messze van, és akkor utána elterjedt a világjárvány, és jó néhányunkat meg köteleztek arra, hogy oltasd be magad, meg állandóan menjél mintavételre, meg teszteltesd magadat, mert másképp nem mehetsz rakodni, nem mehetsz be irodába, nem mehetsz be vécére, nem mehetsz zuhanyozni. És akkor köztük én is voltam olyan, hát idézője ebbe, ökör, hogy beoltattam magamat, hogy a muszáj volt, mert akkor nem engedtek volna meg még Magyarországra se. Akkor most annak mi értelme volt? Mutálódott az anyagban, és akkor itt van, most elkaptam egy másik verziót belőle. És most még egyelőre egy 10 percet szellőzik az autó. Aztán egy kicsit feltöpnétek, török kollégától megfelelő távolságot tartok. Tegnap szegényként, mikor álltam be, egyben itt állt a kocsi mellett, ugye, neki ott tartott a konyha. És akkor, ó, magyar, barát, gyere. Egybe mutatta, hogy menjek reggelezni vele. Aha, mondtam, testvér. Kérdeztem tőle, beszél a németül, mondta, hogy igen. Mondtam neki, hogy ne haragudj, de ez most ki lesz hagyva a saját érdekedbe, ha nem akarod elkapni ezt a szart. Úgyhogy így van. Úgyhogy a vasárnap az most ilyen egyelő. Egy jó szor idő is van. Hát srácok, szóval hétfő délután 5 óra. Percek kérdése is 5 óra. Úgyhogy most még annyi tervem volna, hogy meg kellene próbálni Taigenbe, a taigeni határa beállni. Összegezve a hétvégét, a hétvége mérlege kaja szempontjából az egy leves, egy zacsis leves, meg 4 bundás kenyér egész hétvégén, úgy nagyjából. Ugye étvágy az nem nagyon van, még most sem. Ma már sikerült ennem egy virslit, ezt a bokhúrstot, de étvágy még nem nagyon van hozzá, viszont ma már dolgoztam, reggel megrakottam, ilyen gumidarálékot, valami ilyesmit viszek Svájcba. Taigeni határral kellene bemenjek. Na maga ez a videó, ez így még harmad gyenge, ez az anyag, úgyhogy ez még valami anyagot néznem kell, mert ez így, ezt így ki nem adom, az biztos a kezemből. Ez még így sajnos harmad gyenge műsor. Na mi van, na? Menjünk, na! Vége van a táblának, te fiú! Meglátjuk a határa, mennyien lesznek. Be tudok-e állni 5 órakor a határa, vagy még az sem. Na, mit csináltok itt? Jó rég jártam már, úgy látom, hogy a szisztém van. Fahrschule, hát ez tanuló. Itt előttem a kollega, valamelyik cégnek a tanulója. Szerintem Svájcban elég sokat látni ilyet. Vannak cégek, akik úgy vesznek fel ugye embert, mint Magyarországon is, például, hogy a Waberer is hirdeti, hogy szerez meg nálunk a jogsit is, és akkor melóhely.
Vagy az lehet, hogy csak direkt fásul a skola. Ha igen, akkor szerintem a körforgalomnál itt mindjárt lesz egy körforgó, hogy vissza fog bőrdülni. De mondjuk attól, hogy iskola, akkor láthatná, hogy 60-as tábla van, nem 50-es. Úgyhogy mehetnénk is akár. Mivel farsúla, úgyhogy szerintem ő biztos nem fog vámolni menni. Még az, hogy előzni tilos volt, de hát na. Van ez így. Nekem még nincs időm szórakázni. Úgyhogy ez az anyaghoz még valamit néznem kell, mert ez így nagyon, nagyon nudli. De most egyelőre... Komolyan mondom, tehát kedvem, semmi nincs ilyenhez. Abszolút. Annyi energiám volt hétvégén arra a 3 perces szakaszra. Előszedtem az autót, meg egy csepet kitakarítottam, de még a hangom az még nem jött vissza, az elment barér. Étvágy nincs, majd nem tudom, vacsorára sikerül-e valamit kajolni, vagy az se fog kelleni. Jó rég jártam én erre. Tájgenbe. Ó, nem is tudom már, szerintem. Befelé vagy... Azt lehet, már van egy éve is. Kifelé már voltam jó múlt korában, de befelé már rég voltam. Svájc felé. Látod, itt mutatja a táblán, hogy mit kell csinálni, hogy a stau van, akkor le kell ide húzódni jobb oldalra, de most nincsen. Én is szokott olyan sorálni, hogy itt állunk valahol, itt a Gottmaringeni lehajtónál, reggelente és innen arra szólsz be. Most este van, úgyhogy remélem még lesz bent hely is. Nem sok kedvem van a pályánál. Pályán, hát az már nem pálya, csak azért ott az elég zajos az a szakasz. Hát bizony van úgy, hogy innen arra szólsz be reggel, és akkor reggel beállsz itt a sorba, itt a 7 órakor, és 11 környékén be is jutsz a határra, hogy az a napod már úszott, talán le tudsz rakodni. De vissza már nem biztos. Van itt amúgy egy másik kis határ is, Gottmaringen másik oldalán. Ott is szoktunk ritkán, nagyon ritkán átmenni, de itt akkor balra kellene menni a körforgalomnál, de én most itt elmegyek jobbra. Követem a főutat. A lámpacska zöld, kifelé jönnek, befelé nem látok forgalmat, hál' Istennek. Idő az úgy látom, nem lesz kegyes holnap se. Hát ott ki van írva itt nekem, hogy LKV, itt kell menni. Nem tudom, majd a héten még kiderül, ha lesz valami érdekes munka, akkor abból fogok így a záróba hozzárakni valamit, ha lesz valami érdekes, de
mostanában már annyira érdekes melók nincsenek. Év vége van. Itt volt most a sör. Oda-vissza. Ugye fölmentem Weissensee-be, ugye pénteken. Már betegen. De most már úgy érzem, hogy tehát már szerintem a nehezén túl vagyok ennek az egésznek. És látod, itt mutatja LKV. Na most, ha nézed a táblát, akkor rájössz, hogy CH import, transit a belsőbe. Nekem vámolni kell, úgyhogy nekem erre kell menni, meg még úgy látom csinálják is, úgyhogy hát vannak bent rendesen, mit ne mondjak. Csak lesz hely valahol. Végülis a lámpa nem piros, hogy nem mehetek be. Sarampó, mi? Szivattok? Hello. Na hát, ennyi. Nem tudok mit mondani. Terülj, asztalkám. Tessék. Nem is megyek én tovább. Meg gyorsan elszaladok, megnézem, a Bolimpex dolgozik-e. Elszaladok. Na, ez a Taigeni határnak a teherautós parkolója. Csinálják. De mondjuk ideje volt már, ez is elég szar volt. Hát a srácok már be vannak itt függönyözve, ők már vagy levámoltak, vagy majd csak holnap reggel fognak. Cseppet megigazgatjuk, így ki tudjunk állni majd reggel, ügyesen. Mert itt értelemszerűen jobbra kell majd kanyarodjak. És annyit csinálok, hogy gyorsan beírom a menetlevet, és akkor megnézem Balimpex-et. 113.9.16 113.9.16 06 17 00. Na jó. Itt a keddi nap. Hát úgy néz ki a dolog, hogy lassan azért visszatér minden a régi kerékvágásba. Éjszakát sikeresen végigaludtam, úgyhogy azt mondom, hogy a betegség le lett küzdve, de vannak még hiányosságok. Például az étvágy, az még mindig nem az igazi. Az még nem jött vissza rendesen. Ma kettő darab joghurt, meg egy ilyen csokis bröttyen a csokis croissant. Az volt a mai menü. Egész nap, és este 4:18 van itt Nagy Deutschlandba, és annyi lenne a feladat még a maradék 1 óra 17 percembe, hogy meg kellene állni valahol. Na most azt nézegettem már itt parkolót, de töcsém, de este 7 órakor téli időszámításban Németországban nem nagyon akarjál ilyen kutasparkoló, felejtsd el. Ilyen sima mezei útszéli porosba sem nagyon. Sőt, egyáltalán nem, mert már a lehajtón villogtak. Úgyhogy van itt nekem egy industriám nem messze. Oda fogok most kimenni. Szétnézni. 99% hogy meg fogok tudni állni. Bár az az igazság, hogy az a hely, hát nem szívesen állok ott, amire most gondolok, hogy ott biztos, hogy lesz hely, mert annyira lejt, hogy leesek az ágyról. Na, még 15 perc a 9 órából, már ki is írt a tahográf. Ja. Na, itt is jön egy parkoló, mindjárt meglátjuk, hogy lenne hely, vagy micsoda. Úgyhogy most vagyok 8:45-be, és most már tényleg ideje lenne megállni. Ja, mindjárt kiderül.
Na, karácsonyfa, mi bajod van? Nem megy? Nem? Nem? 88-al megyek, hát gyere öcsém, ereszed akkor, hát na. Parkolóba benézek? De hogy nézek, minek fölösleges, hát. Szembe oldal hagyom van. Ez az oldal is tuti tele van. Látod? Végig állnak. Hát azért megy ki a másik, és már nem fért volna be úgyse. A karácsonyfa, nézd meg, hát. Ereszed, öcsém, 88-al gurulunk lefele, hát akkor ereszed neki. Bátran, 91-2-3-ig mehet. Ezt majd megfékezed a domboljába. Ja, hogy ő, ahogy ő, Holland, aha, értem már dolgot. Na mindegy, ebbe az industriába kinézek, nagy reményekkel, mert már nagyon nem tudok tovább menni, nem is nagyon akarok. Beadtam a navigációnak köztes pontnak. Így van, most végezzed. Csak 87, öcsém, hát az Istentől fostok ennyire. Nem írja fel még a tahográf, nyugi. Meg ott van egy autóhof is, egyébként. Hát de mondjuk hofba nem akarok beállni, de ha lesz bent hely és más hely nem lesz, akkor az lesz. Már mondjuk nem egy marha nagy hof, egy 8-10 autó fér el talán, de talán még annyi sem. De egy picike. Nem is autóhof tulajdonképpen, hanem egy falusi benzinkút, aminek van egy ilyen pár férőhelyes parkolója. Úgyhogy azt inkább hanyagolnám ott a környékén, az utcába, valamelyikbe. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Úgyhogy, hát hál' Istennek az éjszakát már sikerült végig aludni, úgyhogy nem kellett fölkelni. Semminek. Ma még az orromba se kellett már priccolni. Bár még érzem, hogy van benne smütyi. Úgyhogy hát csak alakul már ez a... Csak a karácsonyfa is jön utána, mert jó, másik karácsonyfa. Az is tudja, hogy miről van szó. Itt is van egy industria, itt jobb oldalt, úgyhogy ha itt a bal oldaliba a általam szeretetbe nem lesz hely, akkor átjövök én ide és szétnézek. Na, innen jó, onnan jó, akkor nagyon jó. Ide be lehet állni. Pontosan itt szembe. Itt van ez a kút, amit mondtam. Ez a Westfáliás. Hát a hof az... Azt szerintem... Hát még van benne hely. Bár mondjuk a karácsonyfa biztos oda megy, itt mögöttem. Ó, anyám, itt állnak rendesen. Hát a személyautók itt vannak, tehát itt simán meg tudnál állni, látod, itt van mi. Egy helyet már ki is foglaltak. Már el is foglalták a helyet. Te is mehetnél egy kicsit előrébb, öcsém. Te meg hátrébb. Hát ide elé be tudnék állni. Itt is állnak, ott is, mindenhol is állnak, hello. Azt az eget, hogy le van ez állva most. Na mindegy, felmegyünk, akkor a dombra megnézzük, mi a helyzet.
pótkocsik itt hagyva. Ez csak, hogy tele van. Itt a hely. Látod? Csak ez pont kanyarban van, azért nem a legfaszább. 200 méter forduljon jobbra. Látod, itt a helye. Ennyi. Visszatolunk. Nem látok semmit. Hát így az a baj ezzel. Jó ez a hely, csak... Nem kéne beesni se. Na! Jó, neki toltam a másiknak, hogy mi? Ránézek gyorsan. Hát ez van, srácok, ilyenkor már mindenki pedálozik. Hát még vagy 3 métert mehetek, és azt mondja, hogy hát még egy kicsit talán beljebb is. De jó, hogy rám záródik az ajtó annyira. Szar így. Hát én reggel 5 órakor úgyis megyek innen, úgyhogy addig meg biztos nem fognak itt dolgozni. Ah, teljesen jó. Még egyszer megnézem a hátulját. Ilyenkor már ez van, leállnak mindent is. Már mondjuk még a másik oldalon is meg lehetne állni, tehát és ha felhúzod a járdára, gond nélkül. Jó, ez ennyi. Nem küszködök vele tovább, ki akar, az úgyis elfér. Viszont annyit meg kell csinálni, megelőzve a problémát, hogy én bizony megékelem az autót. Szem előtt. Így. Na, hogy hátra guruljam. És itt az utca végén meg lehet fordulni egyébként. Úgyhogy kapufa. Ezt áttesszük pihenőre, így 8 óra 50 perces vezetési idővel. Nagyon jó. Egy kis szombat,
délutáni akcióra invitállak még benneteket. Hát, Kisigmánd és Tata között van egy kis action Magyarországon, most jelenleg 26 percet ír. Leállt forgalom 10 km hosszan, úgyhogy nekem meg 1.26-on van a 10 órából. Úgyhogy egy kicsit elmegyünk dugót kerülni. Ez az ismert meg kis hazádat mozgalom. Úgyhogy sikeresen túllébecoltam a betegséget. Most már jól vagyok. Már étvágyam is van, eszek is, úgy rendesen. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy kellett neki egy hét, mire úgy teljességgel, 95%-ba helyre pofozódtam, hát egy hét kellett neki. Úgyhogy hát nem nagyon kívánom senkinek sem, mert nem a legjobb. Ha megáll a felvétel, az azért lesz, mert a kamera meg fogja adni magát, le fog merülni az akkumulátorja. Majd valamikor, nem tudom mennyit fog még bírni. Úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy köztespont nélkül magától megtervezte itt Ervin a alternatívát. A jó múlkorában is erre kerültem, csak arról nem készült felvétel, hát akkor most fog. Úgyhogy én azt a fél órát ott nem akarom kiülni. Így is kerültem most az előbb itt Győrnél egyet. Nem tudom, láttátok, aki most szombaton jön fölfele Bécs irányába, egy kamion ott figyel az árakba, kerekekkel fölfelé. Ott is jó nagy dugó van kifele. Hát nyilván ebbe az oldalba is lett egyből, mert ugye megállnak bámészkodni, hogy jój. Úgyhogy én meg azt nem tolerálom. Most szombat délután már semmi kedvem ehhez, hogy még ugyanazt csináljam, mint Németbe. Hogy itt kerülgessem a dugót, itt jobbra-balra. Most pedig az lesz, de hogy itt dugózzunk, meg tegnap is szarul jött ki a lépés. Én meg nem. Nincs hozzá hangulatom már. Ha szeretnék már megállni, de van, aki tudja, hogy merre lehet kerülni, aki látja, hogy dugó lesz. És így van. Kisbér felé kell menni. Merre van Kisbér? Mindenhol. És csak a magyarski kolléganszki. Ő is tiplizik el. És majd Kocskösségbe fogunk átmenni. Kocskösségben fogok majd kikötni egyszer csak, és úgy Tata, és úgy vissza a pályára. Egy kicsit kerül, de még mindig jobb, mint hogy én egy órát ott üljek a dugóba, aztán meg már így is tettem, már ilyenkor nagyon necces, úgyhogy szerintem, áj, anyám, magyar utak, mi? Szerintem nekem a szokott helyemre kiállok. Hétvégére. Na. Hogy nézzük ezt a kerülőt. De úgy látom, nézel a tükröt, látod, nem csak én jövök erre, meg a magyar hűtős kollega, hanem más is látja, hogy valami nem lesz jó. Úgyhogy kerülünk egy kicsit. Mondom, tényleg semmi kedvem most már ehhez. Abszolút semmi kedvem itt még szombaton is dugózni, meg mit tudom én, elég volt. Na, tegnap is, amit a hatoson csináltak, tehát
a Heilbronn környékétől Klarisheimig a 7-es-6-os kereszteződéséig Németországba. 3 percenként megálltunk, nézelődtünk egy kicsit, aztán mentünk tovább. Elegem van. Komolyan mondom, feladom az egészet. Se kedvem, se türelmem már ehhez. Akkor most is még Bécsnél is volt. Pedig mondom, szombat van. Délután 14:30. Bécsnél, ahogy a S1-es csatlakozik a 4-eshez, ott volt egy 4 kilométeres dugó, de másfél órát írt rá a Navi. Hát amúgy meg ki van táblázva, hogy jössz lefelé magyar irányba, hogyha dugó van, az így van konkrétan kiírva, a Bajstau, akkor nyugodtan menjél rá a 9-es számú főútjukra, és a repülőtérnél tudsz visszajönni. Hát én is azt tettem. Hát ki van írva, akkor miért ne? Amúgy sincs vagyok tiltva, meg semmi se. A repülőtérig el tudsz menni, ott meg fel a pályára. És ennyi. Úgyhogy ennek a videónak ez az összessége, ez a záró momentum. Azon is Tata felé. Tata! Úgyhogy ez a betegség, ez nekem nagyon nem hiányzott. A múlt hét vége az valami katasztrófa volt. Viszont 2-től 0-6-ig vagy kitiltva Tatáról ebbe az irányba. Tehát nem kell megijedni. Jó, nyilván éjszaka nem ászkáljál itt, de napközben tudsz menni. Van 22-től 0-6-ig? Nincs. Akkor meg... Mehetünk. 22-től 0-6-ig 7,5 tonnás tiltás. Láttad? Mert én láttam. Úgyhogy ennyi. Ezért érdi meg egy ilyen navira beinvestálni az embernek a pénzét, hogyha van egy kis apró pénze otthon. Mert legalább akkor nem kell a fél órás, órás dugókat ott kivárni. És tudsz haladni. Pláne úgy, hogy mondom, 1.19-en van, látod? 1.19. Úgyhogy nekem most már nagyon csak meg kell állni. A 10 órából, tehát 8.40-ben vagyok most. Úgyhogy már igencsak meg kellene állni, és megkezdeni a hétvégét. Hát szombat délután 3-kor már ideje. És lesz, hogy kezdjek magammal valamit. Nem úgy, mint a múlt hétvégén, hogy szinte halálomon voltam, a világomat nem tudtam. Van Kenobi mester, miért bólogatsz? Jól mondom? Szerintem is. Egész hétvégén, múlt hétvégén ettem 4 szelet bundás kenyeret, meg egy tányérlevest. Ennyi volt a mutatvány hétvégére. Azért az durva. Jó, mondjuk a folyadék az ment. Az nagyon ment. De ez azért ez már tényleg. És még úgy hétfőt, kedd, már szerdán kezdtem érezni azt, hogy na, megváltozik, megfordul, szerdán reggel délelőtt megkívántam a tejet. Úgy elővettem egy tejet, szépen felbontottam, és abba a húzásba a felét meg is ittam. A liter tejnek. Az, ami annak is rendje módja szerint szépen át is csapott. Egy óra múlva rohanni kellett a WC-re. Na azóta tudok úgy enni. Még szerdán nem annyira, de már csütörtökön, meg tegnap már igencsak bőségesen, hál' Istennek tudtam enni. Rendesen.
Úgyhogy nem tudom, hogy kitaláltak ezt a hülye vírus, de üzenem neki, hogy be is kaphatja nyugodtan. Mert ez már nevetséges, amit művel az emberrel. Egy nátaszerű valami. Hát látod, van itt Magyarországonak is van alternatív útvonala pályáknak. Jó, hát nem egy egyenesen, nem párhuzamosan megy a pályával, hanem kicsit össze-vissza, de legalább megy. Valamerre. Valahonnan, valahova. Látod, tiltva nem vagy tulajdonképpen. Jó, mondjuk éjszaka, igen, de... így lehet. Semmi kedvem ott állni a pályán egy fél órát, vagy araszolni. Az nem egy fél óra lesz akkor, hanem több. Nyilván ott is csinálják az utat, bámészkodnak, egybe mennek, aztán kész a baj. Melyik 15 perc a 9 órából? Jó, parancs értettem. Hát az most túl lesz lépve egy kicsit. Tehát... de azért szombat van, úgyhogy megtehetem. 10 órába belemenjek. Nem tudok mit csinálni, tehát innentől fogva már tényleg nem is erőltetem a dolgot, hogy meddig lehetne menni, meg meddig nem. Aztán valahol a pálya mellett vagy meg tudok állni, vagy nem. Én meg inkább biztosra szeretek menni, és akkor majd hétfőn hajnalban inkább megindulok. Hajnal 3-kor, hogy 6-ra leérjek Miskolcra. Most a miskolci bosba megyek, nem a 60-iba. Legalább itt van egy kis ismerettségem. Aki intézi a dolgokat. Már le van beszélve a dolog. Tehát, na. Én nem tudom, ezekre az utakra egyáltalán nem költ senki semmit. Mondjuk mióta a világ Magyarország nem arról híres, hogy ilyen autósztráda minőségű főútjai vannak, hanem főút, nem is főút, de főút, bocsánat, valahanyas főút. Hanem azért eléggé hagy kívánni valót maga után. Úgyhogy ha minden jól megy, semmi extra nem lesz, most így a végére. Csak annyi, hogy kikerülöm ezt a szakaszt itt. És ennyi. Cégek, gazdaságok. De utat is csinálhatnának. Úristen igazából hozzá. A B12 is szanaszét van most túrva. És láttad mostanában, hogy jártál arra B12-n itten Zuben és Burghausen között? Tehát
Lassan kiér a 94-essel a 3-asig a német. Kívánok, bátya! Ott a vége. És a 12-es is fel van túrva, de komolyan mondom, hogyha egy bögre teát, egy csésze teát leteszek így magam mellé, az nem lögybölődne ott ki. Most reggel voltam ott, 6 óra és 7 óra között. Komolyan mondom, hogy csont nélkül, gond nélkül, hát ugye azért csak szombat van. Ó, anyám, ezek az utak komolyan. De ott nyugodtan el lehet menni. Zöld út. Milyen cégek vannak itt. Egy hónappal ezelőtt, mikor mentem haza, akkor is pont így itt karistoltam. Ugyanígy ez a útépítéses dugó akkor is ott volt. Szerintem azóta se oldódott fel, vagy ki tudja. Tudom, ezt is elkezdik csinálni. De mondjuk élő embert én még ott nem láttam mocorogni. Se napközben, se este csináltak volna ott valamit. Na, akkor forduljál! Meglepődnek itt a népek, meglátják a kamion, pedig itt van transportfirma a falu másik oldalán. Ja, csak hogy nem ennyit. Egyszerre. Jövünk itt vagy 4-5-en. Kocs alsó. Ez csak? Ezt mondom. De csak. Tudod, Express Logisztika Kft. Úgy látom, Fordjaik vannak. Úgyhogy járnak itt kamionok. Auf Wiedersehen, viszontlátásra. Kocsközség, na miről híres? Ki tudja, aki tudja, írja meg. Kocs. Kocsi. Aki meg nem tudja, hát akkor az majd elolvassa a többiek, mit írtak. Ó, anyám! Nagy mérnöki munka volt ezt az utat idő lefektetni, tehát ez aztán ki van vitelezve rendesen. Olyan nehéz lett volna egyenesre csinálni? Úthengerrel? Vagy valamivel? Vagy rendes alapot csinálni neki, nem valami hordott múrvás valamit? Aztán meg leönteni szurokkal? A pizzám lejön onnan az ágyról a végén. Hegyeshalmi Hofba vettem egy pizzát. Két szeletet sikerült eddig megenni, mert itt parkodok. Többit majd, ha megálltam, befejezem. Az akkor leszel bepuszilva.
mindjárt átmegyek a pályán, alatt vagy fölött, nem tudom, azt hiszem fölött, alatt, mindegy, lemegyek Tatára, ott egy jobbos, és utána körforgalom, Tesco, és utána vissza fel a pályára is, utána én leteszem a lantot, 1 óra 6 perc. Majd megmondják, mertél volna még egy parkolót? Mi? Hát... Itt csak vadászat van, hello, hoppá. Mire mentek, fiúk? Fárcán? Fárcánozás van? Pálya alatt. Már jó a pálya. Most már csak vissza kell magunkat bűvészkedni. Vagy konkrét időt csináltak volna egy felhajtót, vagy valamit. De hát... Kisállattemető, anyám, mik vannak itt? Látod, nem csak én, nem csak ketten megyünk erre, jönnek azért egy páran. És azért a tomtom az nem szokott tévedni. Ha azt mondja, hogy dugó van, akkor biztos, hogy dugó van. Azt tudko. Tata. Bejárat. Hova mész, tesa? Tesco? Én megyek egyenesen tovább. Na, de hát akkor na, forduljunk, na! Nem arra mentem volna. Hogy itt is el lehetett volna menni, biztos a fene tudja. Mindegy, erre se rossz, erre jöttem múltkor is. Aztán meg a körforgalomban majd találkozok velük, mi? Hello, Tata!
Na. Oly nagy fénnyel jön ott valamelyik. Na. Gyere már, hogy fordulok ki. Köszi. Biztos el lehetett volna arra is menni, de mindegy, nem figyeltem. Na, jelentősége nincs. A lényeg, hogy a dugó ki van kerülve. Mindjárt visszaérek a pályára. És ennyi. 300 km/h Hát akkor itt biztos... ez csak mekkora kátyú, hello. Na, Ausztrália. Menjünk. Gyorsabb voltam! Akkor erre is el lehet jönni, csak hát na. Akkor ezek szerint végén így gyorsabb is voltam. Itt is voltam már a Tai Tesco-ba, de... Hát... Összevesztem itt egy biztonsági őrrel. Neki állt itt emberkedni, hogy... Itt 3,5 tonnámat beöltöni tilos. Mondom, akkor mi legyen, öcsém? Halljak éhen? Vagy mi legyen? Nekünk nem kell boltba menni, nem kell semmi. Csak vezetünk, eszünk, vagy vezetünk, meg alszunk, meg rakodunk, az kész. Enni nem kell. Vásárolni. Rád hívom a rendőrt mindjárt. Hívd rám a rendőrt, öcsém. Akkor hívjad a rendőröket, azt majd meglátjuk.